következő kérdés is nagyon fontos. A probléma az, hogy amikor ember anyagi világba él, akkor az anyagi világ, mondhatjuk, hogy beszippantja, vagy oda tapad a tudat, és ezzel járó fájdalomokkal ember tud élni az életet, viszont a lelki gyakorlat, fejlődés és haladás, lelki élmény lehetetlen, amikor a tudat rá van tapadva az anyagi világra. Ezért a lemondások, ez arról van szó, hogy elkülöníteni a tudatunkat az anyagi tárgyaktól, anyagi világtól, és ráfokuszálni a lelki. És amikor valaki ezt csinálja, akkor garantált, hogy fog kapni lelki érzelmi tapasztalatokat, ami igazából valóság. Mert az anyagi, ez egy illúzió, mert mi nem vagyunk anyagi test, és ezért az elkülönésnek ez a fő lényege.